Az évforduló alkalmából a társulat előadta az Anna Impressziók című produkciót, amely Anne Frank történetét mutatja be egy táncelőadáson keresztül. Ez egy óriási kihívás volt a fiataloknak azért, mert ilyen jellegű előadást még nem csináltak, ami nem kifejezett koreográfiás, de mozgás előadás, és másfajta koncentrációt igényel, úgyhogy kihívás volt a számukra, és bizony azért kell ehhez energia is, erő is, odafigyelés is, hogy több mint egy órán keresztül végig tudják követni, és végig tudják vezetni színészileg azt a szálat, ami mozog az ő saját történetük a kerettörténeten belül. Mondjuk nem feltétlen sorba vettük a jeleneteket, hanem így darabokba, és akkor elég érdekes volt, mert nem is tudtuk, hogy mi fog kisülni a végén belőle. Rengeteget improvizáltunk, mert ugye egy mozgás előadásról, illetve nonverbális előadásról van szó. Rengeteget improvizáltunk mozgásba, és akkor tehát mindenki hozzáadott valamit, meg a saját ötleteit, amiből nyilván végül a rendező kiválasztotta azt, amit a legjobb, és így összeállt az előadás. Az eseményre sokan eljöttek, a Színes Szilánkok diákszínpad alapítója, valamint jelenlegi és korábbi diákszínpadosok is. Az életemben egyik legfényesebb, legszebb pont a diákszínpad megalakulása, és nem csak úgy megalakulása, hanem a folyamata is, hogy ez még ma is él, és tovább viszik a fiatalok, és köszönve Figura Teréziának, aki most vezeti a diákszínpadot. Az elmúlt 25 év fotóanyagaiból, plakátjaiból és szórólapjaiból összeállított kiállítást is megtekinthették az érdeklődők.